A rendőrség sem gyakran találkozik olyan mértékű brutalitással, amit a bódvalenkei gyilkosságnál tapasztaltak. Így jellemezte az esetet a megye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese. A borsodi településen december 16-án történt emberölés. Egy 26 éves helyi férfi egy 74 éves asszony halálát okozta több készszúrással, amiért az nem adott pénzt neki. Az elkövetőt december 23-án azonosították. A megrázó bűntény részleteiről rendkívüli sajtótájékoztató számolt be a rendőrség. Figyelem, felkavaró tartalom következik. Még sötét volt, amikor a kommandósok lecsaptak. Napokig tartó hajtóvadászat után találták meg a 26 éves férfit, akit december 23-án bódvalenkei otthonában sikerült elfogni. A férfi először tagadta tettét, majd részletes beismerő vallomást tett. Már az elsőleges adataink is arra utaltak, hogy vagy helyben lakó, vagy a községhez kötődő elkövetőt kell keresnünk. A maratoni 18 órás helyszíni szemle során több mint 70 bűnjelet rögzítettek, a nyomozás pedig több társszerv összehangolt munkájával valósult meg, emelte ki Miskolci István, a megye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese. Az adatgyűjtések során mintegy 200 főt számoltattunk el, 41 személyt hallgattunk ki tanúként, 71 fő tekintetében a vétlen DNS minták rögzítésére is intézkedtünk, és hadd mondjam el, volt olyan napunk, amikor 66 fővel akcióztunk, illetőleg folytattunk eljárási cselekményeket a községben. Ebben a bódvalenkei családi házban történt a gyilkosság. Az elkövető december 16-án hajnalban azért kereste fel az idős asszonyt, hogy pénzt kérjen tőle. Amikor a nő elutasította, a férfi testszerte több helyen megszúrta áldozatát, aki a helyszínen életét vesztette. Azt azért el kell mondani, hogy mi sem találkozunk túl gyakran ilyen jellegű brutalitással, mint amit a helyszínen tapasztaltunk. Az ügy vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A férfi tettéért akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.